Szülővárosában ezrek ünnepelték Egan Bernalt, aki másfél hete első kolumbiaiként nyerte meg a Tour de France országúti kerékpáros körversenyt. Szerdán érkezett haza, sárga trikót viselve tekert be a tengerszint felett 2650 méteres magasságon fekvő Zipaquira belvárosába, ahol 3000, ugyancsak a Tour jellegzetes sárga mezét viselő szurkoló skandálta a nevét. Quiero tener los pies en la tierra. Szeretnék továbbra is két lábbal a földön állni, nem elszállni a sikertől, élvezni akarom a kerékpározást, és megnyerni másodszor, harmadszor is a túrt, aztán megpróbálni negyedszer, majd ötödször is. Olyan ez, mint a drog. Ha egyszer megtapasztalod az élményt, újra és újra akarod, nyilatkozta Bernal. Az Ineos versenyzője pályafutása első háromhetes körversenyén diadalmaskodott 22 évesen, ezelőtt minden idők harmadik legfiatalabb győztese a túron. Ő sokak szuperhőse, mint Quintana vagy Urán voltak, példaképek ők, akik arra ösztönöznek, hogy egyre jobb legyél, állítja egy szurkoló. Bernal győzelmét egész Kolumbiában megünnepelték, az ifjú hegyi menő csapattársa a tavalyi győztesbit Geraint Thomas előtt nyerte meg az összetettet, és a legjobb fiatalt, illető fehér trikót is kiérdemelte a 106. francia körversenyen.